A budapesti bokcsarnokban nyitott humanitárius tranzitponton kedden 1161 menekülőnek segítettek az ott dolgozó munkatársak. Az éjszakát 271 ember töltötte a létesítményben. A MÁV kihelyezett nemzetközi egypénztárat üzemeltet a tranzitponton, ahol a menekülők átvehetik szolidaritási jegyüket. A továbbutazók számára a keleti és a nyugati pályaudvarra, valamint a Liszt-Ferenc repülőtérre külön járatokkal biztosítják az eljutást. Akik Magyarországon Maradnak azoknak pedig segítenek a szállás biztosításában, áll a kormányhivatal közleményében.